A legutóbbi 2015-ös felmérés szerint a megkérdezett 9. és 10. évfolyamos diákok 27%-a vallotta, hogy fogyasztott már életében valamilyen tiltott vagy legális drogot. Ekkor a marihuána volt a legnépszerűbb a fiatalok körében, de a kutatások azt mutatják, a korai alkoholfogyasztás és dohányzás még nagyobb problémát jelent a 14 és 18 éves korosztály körében. A szülők, pedagógusok, sőt a szakemberek számára is kérdéses, hogy baj esetén kihez lehet fordulni. Ilyenkor a legkézenfekvőbb választás a kórház, de egy-egyszer kipróbálása vagy esetleg függőség esetén nem feltétlenül ez a legalkalmasabb helyszín. A Nyíregyházán működő egészségügyi intézményeket, rendőri szerveket és civil szervezeteket összefogó kábítószerügyi egyeztető fórum most ebben kíván hatékony segítséget nyújtani. Éppen ezért egy szolgáltatási térképet állítanak össze, amelynek részleteiről a Nyíregyházi Köznevelési Tanácsülésén számolt be dr. Erdélyi Ágnes. A Sánta Kálmán szakkórház osztályvezető főorvosa azt is elmondta, nem csupán az intézmények játszanak fontos szerepet a megelőzésben, hanem a családok és az azokkal való kapcsolat is. Mi szeretnénk a szülőkkel beszélgetni, ezért is hoztunk létre szülőcsoportot, mert szerintem a gyerek csak tünethordozó. A gyerek csak valamilyen olyan magatartást követ, amit jónak tart, jó fejségnek, rácsábítják a dolgok. De szerintem a szülőkkel kellene beszélgetni ahhoz, hogy ők hogyan tudnak otthon hatékonyan beavatkozni, mert szerintem még mindig a család az elsődleges szintere annak, hogy a problémákat megoldjuk. Egy másik fontos témáról is egyeztettek a köznevelési tanácsülésén. 2018-ban ugyanis minden gyermek jóléti központ számára kötelezővé válik a szociális segítő alkalmazás. Jövőre szociális munkások kerülnek az óvodákba és az iskolákba, hogy a pedagógusokkal együttműködve kiszűrjék a veszélyeztetett gyermekeket, fejleszték a súlyos szociális és kulturális hátrányokkal küzdőket, és megpróbáljanak kapcsolatot kialakítani az érintettek családjával. Valahol a hosszú távú cél az, hogy a pedagógusok ne legyenek magukra hagyva, hanem a szociális segítő az életviteli, mentális körülményeket vizsgálja. Ma azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sok az iskolában az a probléma, ami a gyerekek mentális egészségére hat, az agresszió, a kortársakon belüli erőszak és a családból hozott egyéb problémák. Ezek természetesen kivetülnek a tanulmányi előmenetelre. És az a feladatunk és célunk, hogy egyéni foglalkozás sokkal csoportos foglalkozásokkal és közösségi foglalkozásokkal próbáljuk ezeken enyhíteni. Habár csupán jövőre lesz kötelező a szociális munkások alkalmazása, a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központnak egy pályázat keretében lehetősége nyílik arra, hogy a köznevelési intézményekkel együttműködve már most az eddigi tapasztalatokat összegyűjtse, illetve egyeztessenek a szakmai munkáról, a pénzügyi háttérről és az emberi erőforrásokról.